Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Ünnepi szenátusi ülést tartottak március 15-e alkalmából, kitüntetéseket, címeket adtak át az egyetemen. Nem akartak még egy zűrös ügyet a bizottságban, elnapolták az építési szabályzat módosításának tárgyalását. Németország aktuális helyzete, a német politikát elemezték a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi képzési központjában. Kedvezmény az autósoknak Pécsen, ünnepi rend a parkolásban március 15-én. Ünnepi szenátusi ülést tartottak március 15-e alkalmából a Pécsi Tudományegyetemen. Az esemény során kitüntetéseket és címeket adtak át doktor, habilitált doktor és díszdoktor kategóriában. A Pécsi Tudományegyetem március 14-én tartotta a március 15-i megemlékezéssel egybekötött díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését a Halasi Nagy József aulában. Professzor dr. Miseta Attila ünnepi beszédében emlékeztetett az 1848-as forradalom és szabadságharc történelmi eseményeire, hőseire. A rektor még egy fontos dologra hívta fel a figyelmet. Nagyon gyakran ilyenkor accelerálódik a fejlődés. Nem csupán a társadalmi változások, hanem egyfajta irodalmi, de néha akár a technikai tudományok területére is kiterjedő forradalom indul meg, és persze az is mindjárt számára jól ismert, hogy az egyetemi ifjúság, az egyetemek oktatói minden esetben, amikor ez már egyáltalán történelmi okok miatt lehetséges volt, nagyon fontos kiemelkedő szerepet játszottak. Most jóval szerencsésebb helyzetben vagyunk, bár nehézségek, problémák most is adódnak, tette hozzá a rektor. Hogyha visszatekintünk a egyetem fennállásának 100 éves kontinuális történetére, mindig voltak kihívások. Voltak társadalmi kihívások, voltak változások, voltak külső kihívások, voltak olyan kihívásokat, amire nem tehetünk, lásd Covid, és a gazdasági kihívások is nagyon gyakoriak. Ugyanakkor meg kell mondjam azt, hogy az egyetem sok tekintetben most százéves történetének egyik legjobb helyzetében van. Anyagilag biztosan. Az szintén biztos, hogy mi magyarok egy rendkívül kritikus nép vagyunk, és nem feltétlenül keressük a konstruktív megoldásokat, de mindezzel együtt azok a változások, amik az elmúlt évtizedben bekövetkeztek az egyetemen, egyfajta infrastruktúrális és technikai megújulás mellett az oktatás finanszírozásának a javulását is eredményezték. A kihívás most az, hogy ezekkel a lehetőségekkel legjobban tudjunk élni, hangsúlyozta a professzor. A legjobban élni akkor tudunk, hogyha ti is segítetek. Az oktatók, a kutatók, bár én nem szívesen választom ezt a két kategóriát külön, hiszen egy egyetemen az oktatás és a kutatás az kéz a kézben kell, hogy járjon. Ugyanakkor nem is szeretem uniformizálni, hiszen vannak olyan kollégák és kollégák, akik kiemelkedően tehetségesek az egyikben, de nem annyira a másikban. Az a fontos, hogy intézményi, intézeti, szakképzési szinten ezek a kompetenciák kiegészítsék egymást. Az ünnepi eseményen kitüntetéseket és címeket adtak át doktor, habilitált doktor és díszdoktor kategóriában. Levették a napi rendről, és újra tárgyalják majd a pécsi építési szabályzathoz érkezett módosításokat a képviselők a Környezetvédelmi Bizottságban Pécsen. Mintegy 100 javaslat érkezett, ami között lehetnek problémásak is, mondta az egyik tag. Az óvatosság érthető, hiszen néhány éve természetvédelmi területet akartak építési telekké átalakítatni. A pécsi építési szabályzat módosítása váltotta ki a legnagyobb vitát az Önkormányzat Környezetvédelmi és Innovációs Bizottságának csütörtöki ülésén. Eredetileg közel 120 módosítási javaslat érkezett, de ezek egy részét, mintegy 25%-át kivették az építészeti hatóság javaslatára, tudtuk meg a bizottsági elnöktől.
átnézett anyag volt. Tehát a mi dolgunk az lett volna, hogy a már megválogatott anyagot Ronnak a napi rendevételéről döntsünk, de hát itt most ugye végülis minden képviselőnek joga van ahhoz, hogy úgy gondolja, hogy még nincs eléggé átnézve az anyag, még lehetnek problémák. Még annak a képviselőnek is, aki bele se nézett esetleg, és hát itt most ez történt, Kővári képviselő úgy gondolta, hogy először már bele kellene nézni ebben az anyagban, és talán talál benne valamit, ami problémát okoz. Ez bizonyára meg fog történni egy nap alatt. Kubor József szerint a rendelet módosítása folyamatos munkát ad a képviselőknek, a városi adminisztrációban dolgozóknak. Aminek sajnos egy PISZ módosítás esetében sohasincs vége, hiszen ez egy fluid dolog, és általában fél évente szokott napirendre kerülni. Tehát az az igazság, hogy fél évente ez mindig újra kezdődik, és általában, ha valami probléma van, akkor a rákövetkező fél évben még lehet korrigálni. De ismétlem, ez egy végtelen folyamat, és hát most a végtelen folyamat egy lépése történt, tehát semmi tragédia véleményem szerint. Hiába az előzetesen szűrt anyag, így is maradt 100 módosítási javaslat, amit egy este alatt kellett volna áttanulmányozniuk a képviselőknek, mondja Kővári János. Az, hogy egy 5 éves önkormányzati ciklusnak az utolsó egy néhány ülésén is még azt kell, hogy lássuk, hogy egy bizottság anyagait egy nappal előtte kiküldik. Ezek között olyan is van, hogy építési szabályzat módosítás, ami 100 módosítóindítványnak a megtárgyalását jelenteni. Majd, amikor a bizottságon kérem, hogy ezeket mutassák be, akkor erre képtelenek. A bizottság tagjainak többsége nem is érdekli egyébként, hogy mi történik ebben a 100 módosításban. Én azt kértem, hogy napoljuk el, és tárgyaljuk meg komolyan ezt az ügyet. A képviselő szerint sok mindent el lehet bújtatni a módosítások mögé. Ez történt 2021-ben is, amiből országos botrány lett. Emlékszünk arra még pár évvel ezelőtt, hogy az ilyen építési szabályzat módosítások közé becsúszott például olyan, mint a Mandulás kempingben egy luxus lakópark építése, később a Vidán Park területén ugyanez felbukkant. Ha én akkor ezeket nem vettem föl, akkor azok ma már beépültek volna. Nem szeretném, ha ez megtörténne még egyszer, ezért kértem, hogy hétfőn tárgyaljuk újra. Akkor a Mandulás kemping építészeti átsorolását akarta elérni a pécsi építési szabályzat módosításával a szocialista körökhöz köthető befektető cég, pedig a terület helyi védelem alatt áll. Végül sikerült megtartani a természetvédelmi besorolást, de ehhez az kellett, hogy a baloldali szövetségesek nemet mondjanak a városvezetés által támogatott elképzelésre. Rövid híreink következnek. Tovább csökkent a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön a honlapján. Azt írták, hogy az év 10. hetében a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országos átlagban tovább csökkent. A vizsgált városok többségét stagnáló tendencia jellemzi. További csökkenést Békéscsabán Budapest központi szennyvíztisztító telepének ellátási területén, Miskolcon, Pécset, Székesfehérváron és Veszprémben mértek. A magas épületek felső emeletein Magyarországon is érezhető volt a csütörtök hajnali montenegrói földrengés, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium kora reggel az MTI-vel. Győri Erzsébet szeizmológus ismertetése szerint csütörtök hajnalban helyi idő szerint 4 óra 6 perckor 5,4-es magnitudójú földrengés keletkezett Montenegróban, a boszniai hercegovinai határ közelében. Magyarországon a földrengést a magas épületek felső emeletein is érezték az obszervatóriumba Pécsről és Budapestről érkezett bejelentés, írta a szeizmológus. Emberölés miatt 8 év börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen azt a férfit, akit egy 2017-ben elkövetett gyilkosság gyanúsítottjaként 2022. decemberében fogott el a rendőrség a Baranyai Bostán, közölte a pécsi törvényszék. 2017. június közepén az egyik este a sértett ittas állapotban megjelent a vádott lakásánál, aki a szomszédban lakott és közösen folytatták az italozást, majd szóváltás alakult ki köztük. Ekkor a vádlott egy konyhakéssel nyakon szúrta a sértettet, aki
ennek következtében elhalálozott. A vádlott hajnalban a holttestet egy pokrócba tekerte, majd az udvaron található garázs alatti szerelőaknába dobta, majd letakarta. 2021. januárjában a vádlott egy falubeliével a házát elcserélte, azonban közölte az új lakóval, hogy a garázsban elásta korábban elpusztult kutyáját, ezért annak maradványait elviszi magával az új házba. A rendőrség 2022. decemberében tartott házkutatás során találta meg az elhunyt csontjait a vádlott új lakásának padlásán. A német politikáról folyt a beszélgetés a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjában. Dr. Klaus Rüdiger Mai német író, publicistával, Erdei Krisztián a Pécsi Központ képviseletvezetője Németország aktuális helyzetét elemezte. A káosz kora, német politika a szélsőségek nyomásában című est teltházat vonzott. Magyarországi német, germanisztikát tanult, sokáig a Német Nemzetiségi Rádióban dolgozott Erdei Krisztián. A káosz kora német politika szélsőségek nyomásában elnevezésű beszélgetőest moderátora. Azt mondta, a téma közel állt hozzá, és szerette volna ezt is behozni és bemutatni a Baranya vármegyei közönségnek az MCC Pécsi Képzési Központjában, mint képviseletvezető. Ezért hívtuk el Klaus Rüdiger Mayt, aki egyébként szintén germanista filozófiát is tanult, és számos izgalmas kötet szerzője, illetve a Tisches Einblick nevű német labban rendszeresen publikál, tehát kiválóan ismeri a német társadalmat, a német politikát és a német gazdaságot. És hát egy nagyon aktuális témáról van szó, hiszen a német politika az egész Európai Uniós politikára kihat, és hogyha olvassuk az újságokat, akkor tényleg olyan aktualitások vannak most terítéken, hogy Németország szállítson-e Taurus nagy hatótávolságú rakétarendszereket Ukrajnának, hatalmas vita, illetve botrányok vannak-e körül Németországban. Szóval úgy gondoltuk, hogy nem árt, hogyha a magyar, a pécsi közönség is megismeri ezeket a témákat, és bepillantást nyer a dolgok mögé. Korábban nem volt rá példa, hogy a képviseletvezető akár előadást, moderálást, beszélgetést folytatott volna egy meghívott vendéggel. Most erre is van példa. Amikor a pécsi képviseletet tavaly szeptemberben átvettem, akkor az célom is volt, hogy több német rendezvényt is megvalósítsunk itt a pécsi MCC-ben, mert hát Pécs Fünfkirchen egy német gyökerű város is, és szerintem komoly német nyelvű közönség is lakik a városban, úgyhogy szerintem izgalmasak ezek az előadások, és hogy ezek német nyelven folynak, és a mai látogatói létszám is azt mutatja, hogy érdekli ez az embereket. Ez pedig olyannyira igaz, hogy teltházat vonzott a német program a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjában. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Ingyenessé teszi a kormány szeptember 1-től a jogosítványszerzést a középiskolásoknak, jelentette be Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Facebook oldalán. A kormány már tavaly augusztusban jelezte, hogy a B-kategóriás jogosítvány megszerzésének szinte teljes költségét megtéríteni a középiskolásoknak és az állami szakképző intézményekben tanulóknak. A támogatásba beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is. A részletekről a későbbiekben ígért bővebb tájékoztatást. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján március 4-e és 10-e között az országban 37.300-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett jelentésében. Akut légúti fertőzéssel 232.800 ember kereste fel az orvost. Azt írták, a 10. héten influenza-szerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek 51,1%-a a gyerek, 23,8%-a a 15-34 évesek, 16,4%-a a 35-59 évesek, míg 8,7%-a a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A laboratóriumba küldött 309 légúti mintában az influenza pozitivitási aránya 10,5%, a SARS-CoV-2-é 0,9% volt. Kórházba a 10. héten 262 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 39-en szorultak intenzív ellátásra. Írták. A nemzeti ünnep hétvégéjén örülhetnek az autósok Pécsen, hiszen kedvezően változik a parkolás a városban. Azonban ez nem vonatkozik minden területre, illetve az ügyfélszolgálatok nyitvatartása is módosul péntektől vasárnapig.
A március 15-i hosszú hétvégén változik a pécsi parkolási rend, illetve a Biocom NKFT és a Pécsi Köztemető ügyfélszolgálatának nyitvatartása. Erről tájékoztatott a Városüzemeltetési Cég. Pécs város fizetős parkolózónáiban a hosszú hétvégén díjmentesen lehet majd parkolni, tehát sem március 15-én pénteken, sem március 16-án szombaton nem kell parkolójegyet váltani. A három nap során szintén díjmentesen lehet majd használni a Biocom Nonprofit Kft. Által üzemeltetett a felüljáró alatt található Bokáccsó parkolót is. Fontos azonban megjegyezni, hogy a forgalom csillapított övezetekbe továbbra is a behajtás, illetve a várakozás engedélyhez kötött. A Siklósi út 52-es szám alatti ügyfélszolgálati iroda március 15-én zárva lesz. A Pécsi Köztemető Siklósi út 43 szám alatti ügyfélszolgálati irodája szintén zárva tart a hosszú hétvégén. A sírkert azonban látogatható lesz minden nap reggel 7-től délután 5 óráig. A régió híreivel folytatjuk. Előadásokkal és az oktatásban alkalmazható innovatív eszközökkel várták Kaposváron a MATE tanítószakos hallgatóit. A fiatalok emellett többet megtudhattak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról is. Az ötlet pedig onnan jött, hogy nagyon-nagyon szerettem a régi magyar filmeket. Orbán Rákos Dóra az elsők között alkalmazott digitális eszközt az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Ezt a prezentációt is szemléltette a mostani tanítószakos fiataloknak Kaposváron. A kutatásom fő témája végül is a tantárgy pedagógiai módszereknek a korszerűsítésére irányult. Ezen belül is én a történelem, középiskolai történelem tanítást próbáltam meg megreformálni, és ehhez egy filmes oktatási módszert mutattam be a tanulmányomban. Hát igen, az előadásom során használtam audiovizuális eszközöket, mégpedig egy videórészletet, filmbevágást, illetve egy komplett óratervezetet építettem erre fel, amit be is mutattam anno az OTD-kán. Dóra ma már a MATE felnőtt képzési koordinátoraként dolgozik, de szívesen emlékszik vissza egyetemi éveire és az OTD-kás szereplésére. Egy nagyon jó szakmai kaland volt. Kicsibe az ember megtapasztalhatja még egy ilyen védett közegbe a kutatói világot, hogy tetszik-e neki, akar ezzel foglalkozni, illetve ösztönzi is az embert, hogy ezt a pályafutást válassza. Másrészt meg egy nagyon jó buli, szakmai élmény, és én nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem vissza rá a mai napig. Amit ott szereztem, tapasztalatokat ma is tudom még hasznosítani, illetve akikkel akkor szekció pályatársak voltunk, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, tehát egy nagyon jó kapcsolati tőkét is adott az ott töltött időszak. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának tanítók napján ezekről is mesélt a fiatal hallgatóknak Orbán Rákos Dóra. A programot már 10 éve szervezik meg a hallgatóknak országszerte. Az ösztönző előadásokkal szeretnék felhívni a fiatalok figyelmét a tanítószak fontosságára és az abban rejlő lehetőségekre. Úgy gondoljuk, hogy a tanítóknak korszerű tudással kell rendelkezniük, és a mai digitális technika világában is nekik is haladniuk kell a korral, és egy pályázatnak, Kalandozások a tudományos világában című pályázatunk segítségével tudtuk ide szervezni a mai napot a Digitális Tudásközpontba, hogy megismerhessék és kipróbálják, és a mai nap lényege, hogy tudják is alkalmazni majd ezeket az eszközöket a tudomány világában is, és a tanítás során is. Hiszen nagyon fontos, hogy a mi tanítóink olyan új módszereket hozzanak létre, ami tudományosan megalapozott, van biztos elméleti háttere. Az animációs sarokban azt is meg tudjátok nézni, illetve a Deep Motion is, nézzétek. A programon a fiatalok három fős csapatokat alkotva próbálhatták ki azokat az innovatív eszközöket, amelyeket a tanításban is egy-egy óra keretében tudnak majd alkalmazni. Hosszas egyeztetések és viták után életbe lépett Szekszárd városának 2024. évi költségvetése. Az újabb rendkívüli ülést az államháztartásról szóló törvényben foglalt határidős kötelezettség is indokolta. Szekszárd városának idei költségvetését a közgyűlés legutóbb március 11-én tárgyalta. Akkor a felek a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapatának szánt támogatások mértékében nem tudtak megegyezni. Ezúttal megszületett a megállapodás, így életbe léphet a büdzsé.
A költségvetési főösszeg az 11 milliárd 10 millió forintba alakult, a közhatalmi bevételek azok 4 milliárd 215 millió forint, a intézményi kiadás az 2 milliárd 500 millió forint, és a városüzemeltetés is kapott a költségvetésből 900 millió forintot. A Szekszárdi Sportközpont 285, a Babics-Mihály Kulturális Központ 377 millió forintot kapott, ebből 90 millió forint jut a nagy rendezvények támogatására. A volántartozások kezelése is problémát okozott Szekszárd számára. Rendeztük a dolgainkat 2018-19-20-at, és most a 2021-et az idei évben összességében 657 millió forint tartozás rendezés van betervezve, ebből 227 millió forint már ki lett fizetve, így maradt a 2022 évi 257 millió forint, és a 2024-es előleg, mert a 2023-as költség is, a 200 millió forint az is már teljes egészében ki lett fizetve. Máté Péter önkormányzati képviselő szerint a büdzsének sokkal korábban életbe kellett volna lépnie. Így a KSC megkaphatja a 40 millió forint sporttámogatást, a UFC megkaphatja a 7 millió forint támogatást, és a Fekete Gólyák Kézilabda Egyesület megkaphatja a 3 millió forint támogatását. Tehát így ez most az Oksi Bizottságnak keretén kívül, azon kívül még ez 50 millió forint sporttámogatás. Azon kívül még egyébként vannak teremhasználatok, amik a sportközponttal mennek. Tehát én úgy gondolom, hogy támogatjuk a sportot is. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere úgy véli, hogy kemény munkával és szigorú gazdálkodással a költségvetést be fogja tudni tartani a város, így 2025-ben majd teherementesen, nyugodtabban tervezhetnek. Őcsény, Báta, Szedres, ezeken a településeken bukkantak kábítószerre a napokban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A Tolna vármegyei rendőrök információt szereztek arról, hogy egy 18 éves szedresi fiatal nagyobb mennyiségű drogot tart otthon. A hatóságok a napokban kutatást tartottak a fiatalnál, és ahogy a felvételeken is látszik, szobájában közel 200 g zöld növényi törmeléket és több tucat rózsaszín tablettát találtak. Azonban az utóbbi időben nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Bátán egy 44 éves dílert fogtak el. 5000 forintos pakkokat értékesített, amivel kristályos fehér kábítószernek tűnő anyagot árult. Hozzá a szálak lakásáig vezettek, ott kutatást tartottak, a kollégáink majd előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, de tagadta a bűncselekmény elkövetését. Ennek ellenére őt őrizetbe vették, és azóta a bíróság már letartóztatta. A szekszárdi nyomozók elfogtak egy 33 éves őcsényi férfit is. Vele kapcsolatban információ merült fel arról, hogy Faddon hosszabb ideje gőznek nevezett kábítószert és marihuánát árul. A férfit Decsen igazoltatták, mikor autóval közlekedett. Az autóból több bűncselekményre utaló tárgyat foglaltak le, például húzózáros kis tasakokat, összegyűrt ezüst papírdarabkákat, illetve digitális mérleget, valamint egy lopásból származó játékkonzol is előkerült az autóból. Férfit előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, de tagadta a bűncselekmény elkövetését, mivel korábban is kábítószer kereskedelemmel, illetve pszichotróp anyaggal visszaélés bűncselekményekbe felmerült a neve, most őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatására. A nyomozás a szekszárdi rendőrkapitányságon folytatódik. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Ünnepi szenátusi ülést tartottak március 15-e alkalmából, kitüntetéseket, címeket adtak át az egyetemen. Nem akartak még egy zűrös ügyet a bizottságban, elnapolták az építési szabályzat módosításának tárgyalását. Németország aktuális helyzete, a német politikát elemezték a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi képzési központjában. Kedvezmény az autósoknak Pécsen, ünnepi rend a parkolásban március 15-én. Pénteken elsősorban az északi és néhol középső tájakon ködfoltok kialakulhatnak, napközben változóan erősen felhős idő várható, eleinte hosszabb, délután rövidebb napos időszakokkal. A déli szél gyenge, mérsékelt marad, délelőtt a legtöbb helyen 5 és 11 fok, délután 12-18 fokra melegszik fel a levegő.
Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!